Néhány év alatt aktivisták egy egész generációja hallatta a hangját annak érdekében, hogy a globális politika első helyen foglalkozzon a klímaváltozással. How dare you? Azóta azonban egyesek gazdasági vagy politikai érdekek miatt ellentámadásba lendültek. Egy dolog biztos, a globális válságok nem fognak megszűnni, ha nem veszünk róluk tudomást. Nap mint nap emberek milliói tesznek a természetért. Aktivisták, önkéntesek, tudósok vagy egyszerű polgárok. Az EU által indított For Our Planet nevű kampány idején találkozunk velük. Riportunk forgatásához Katalóniába utaztunk. Az időjárás itt nagyszerű, úgy tűnik az emberek élvezik. Azonban sokan meglehetősen aggódnak a klímaváltozás látható hatásai miatt. Katalónia egy korai aszályos időszakon megy keresztül. A vízkészletek nagyon alacsonyak, és a tél közepén vízkorlátozást vezettek be. Tél van, és nézze meg az időjárást. Csak egy pulóver van rajtam, de én ennek most mégsem tudok örülni. Emlékszem, hogy gyerekkoromban valóban érezhető volt az évszakváltás, és nem tartott 6 hónapig a nyár. Az emberek talán azt gondolják, mit tehetünk, úgysem élünk már sokáig. Az emberek a mostani életük szerint akarnak tovább élni, és senki sem gondol a gyermekeinkre. Friss édesapa vagyok, és nem tudom, miféle világot hagyok majd a gyerekemre. Aggódunk a legfiatalabbakért, és jogosan. De mit gondolnak ők? A legjobb helyre jöttünk, hogy meghallgassuk őket. Találkozunk van Franciscóval, a világ egyik legfiatalabb klímavédelmi aktivistájával, aki kolumbiai. Francisco Vera Manzanares mindössze 14 éves, és már kiskora óta aktivista. Az EU jószolgálati nagykövete Kolumbiában, ahol hatalmas rajongótábora van. Ő az alapítója az Élet Őrzői nevű gyermekmozgalomnak, amely a klímaváltozás ellen küzd. Sokan mondják, hogy a gyerekeknek nem szabadna beszélniük a klímaváltozásról, mert nem szakértők. De én úgy gondolom, hogy a legtöbb joguk épp a gyerekeknek van felszólalni, mert ők azok, akik a legtöbbet szenvednek. Ebben az értelemben szerintem a gyerekek alapvető szerepet játszanak a bolygóért való kiállásban. Ezért írtál nekik egy könyvet erről? Igen, természetesen. Mert a kérdés nem csak az, hogy megéljük-e, hanem az is, hogy megértjük-e. Ez történik, de hogyan? Olyan alapfogalmakat magyarázok el, mint például az üvegházhatás. Ha megértjük a problémát, akkor hatékonyabb válaszokat tudunk adni rá. De sok polgár ma már kritikusan viszonyul az ökológiához. Igen, erőteljes a populizmus, és most a szélsőségesek, az ultrák új hulláma tapasztalható, akik azzal vádolják az ökológusokat, hogy politikai motivációjuk van. De én azt mondom, hogy mindannyian ugyanazon a bolygón élünk. Megosztom veletek a földet, veletek, és mindazokkal, akik néznek minket. Ez nem politikai kérdés, ez az emberiség kérdése. Optimista vagy a jövővel kapcsolatban? Igen, őszintén szólva optimista vagyok a jövőt illetően. A helyzet nagyon nehéz, az biztos. De van egy mondás, miszerint a napot nem lehet egy újjal lefedni. Mindenki a saját szemszögéből látja a dolgokat. Én pedig úgy látom a dolgokat, mint egy fiatal, de reménykedő fiatal. Találkoztunk egy másik fiatal aktivistával, Oliviával. Az Európai Klímapaktum nagykövete most 16 éves. Mindössze 12 éves volt, amikor feltalálta a Jelly Cleanert, tengerben lévő mikroműanyagok elleni küzdelemeszközét. A víz itt halad át és átszűrődik a harisnyán, a műanyagok és a mikroműanyagok pedig itt ezen a ponton kötnek ki. Ha minden alkalommal, amikor a barátaiddal együtt evezel vagy kajakozol, akkor mindannyian csatlakoztathattok egy ilyet, és apránként megtisztítjátok az óceánokat. Olivia folyamatosan aktívan tevékenykedik a közösségi oldalakon, iskolákban és konferenciákon, a tengeri ökoszisztémák védelmében. Franciscohoz hasonlóan ő is azt mondja, hogy normális dolog félni, de soha nem szabad feladni. Az elmúlt generációk egy pusztuló bolygót hagytak hátra nekünk, azzal a felelősséggel, hogy gondoskodjunk róla. De én mindig azt mondom, hogy a mi generációnk az, amelyiknek valóban lehetősége van változtatni. Mindenki lehet aktivista, nem kell ahhoz óriási tetteket végrehajtani. Elég csak egy általunk választott négyzetmétert megtisztítani, és ezt beépíteni a mindennapi életünkbe. Ez az, amiről a könyvedben is írsz, igaz?
Olyan döntésekről beszélek, amelyeket mindannyian megtehetünk a bolygónk érdekében, mert ha valaki tesz valamit és mesél arról a családtagjainak, a barátainak, akkor már létrehozunk egy tudatossági láncolatot, amely már tényleg képes változtatni. Ez a válaszom azoknak a fiataloknak, akik azt mondják, klímaváltozás az nem az én dolgom, hanem a kormányoké és másoké. Én pedig azt mondom, nem, rajtatok múlik, hogy megváltoztassuk a világot. Nagy változások kis tettekkel. Ez az üzenete a For Our Planet nevű európai kampánynak is, amely immár második éve zajlik. Az emberek világszerte tesznek lépéseket a természetért. Az EU a LIFE programon keresztül is támogatja a polgári tudományos kezdeményezéseket. Európa számos területén és régiójában vannak ilyen projektek. Gyors kutatást végezve több katalóniai kezdeményezést is találtam. Például egy szombat reggeli kirándulást terepen. Ezért északra indultunk, a Costa Brava felé, amikor az eső visszatért. Ezt a csodálatos tájat invazív növények fenyegetik. Exotikus növények, amelyek gyakran kertekben nőnek és a tengerparton kötnek ki. Találkozunk egy civil csoporttal, amely azonosítja ezeket és megoldásokat talál. A borús időjárás nem zavarta az európai LIFE Matt Cliffs projekt önkénteseit. Egy alkalmazás segítségével segítik a kutatókat a növényvilág változásainak nyomon követésében. A projekt célja, hogy megvédjük Katalónia eredeti partvonalát, hogy megőrizzük azt, ami megvan, és megakadályozzuk, hogy kívülről érkező növények károsítsák és átalakítsák a partszakaszt. Az önkéntesek Costa Brava területéről több ezer fotót gyűjtöttek össze olyan növényekről, mint például ezek, amelyeket valószínűleg már bárki láthatott a nyaralása során. Ezek kertészeti növények. Itt házak vannak, tehát valamikor a felső szakaszon termeszthették őket. Ha olyan fajok keverednek bele, amelyek nagyon zavarók, amelyek nagyon gyorsan növekednek, amelyek kiszorítanak másokat, vagy átalakítják a tájat, különösen ha dísznövények, akkor ez a táj egyfajta mesterséges kerté válik. A mai kirándulást az uzmóknak szenteljük, amelyek diszkrét létét a trópusi növények fenyegetik. A projekt tagjai összeállítottak egy listát a veszélyes fajokról, hogy figyelmeztessék a lakosságot, és közben együttműködnek a faiskolákkal is. Normális esetben ennek a kőnek itt tele kellene lennie élettel, igaz? Igen, de ha ezek a növények eltakarják őket, akkor az uzmó elpusztul. Minél többen tudnak erről, annál nagyobb nyomást tudunk gyakorolni a hatóságokra, hogy változtassanak a hozzáállásukon és biztosítsanak aktívabb védelmet. Nem kritizálni kell, együtt kell dolgozni a probléma megoldásán. Ideje búcsút venni az önkéntesektől és aktivistáktól. Ön mit tett a természet védelmében? Mesélje el nekünk a Road to Green következő adásában.